Jaj, jó napot kívánok, kedves hallgatók! Én itt vagyok. Én itt vagyok. Mondjak, néni. Itt van a... nem tudom milyen nevű néni. Szerintem Mári néni. Söprű néni. Söprű néni. Az meg is van. Meg húrsodrony van a pörkölt citera. Nem. Nem az. Hanem... akkor beszélgessünk most konkrétan a hangszerekről. Meg úgy, hogy manapság már milyenek a hangszerek. Hát gondolja-e Mári néni, hogy... ugye maga is... meg ki! Nem úgy hívja? Nem! Te mondtad, hogy húrszedő pörkölt citerának nevezi. Én nem ezt mondtam, Mári néni. Azt mondtam, hogy Mári néninek fogjuk hívni magát. Tehát ugyanúgy. Ja, hogy magát! Nem engem, hanem magát. A lényeg, hogy... tehát beszélhetünk most a... mostani dobosokról is. Hát akár a körömgombáról is. A mostani dobosok azok nagyon tisztán tartják a dobkészletüket. Bizonyám, ha söprűvel a par, söprűvel játszanak rajta, hogy a tisztább legyen. Értem én, gyerekem, én is játszottam lánykoromban söprűvel. Csak aztán fölnakadtam az emberfa tetején. Úgy, hogy ezt ráhagytam. És Mári néni, amit mesélt, hogy benne volt lánykorában a citera zenekarban, az hogy volt? Jaj, gyerekem, az úgy volt, hogy ott nem volt citera. Nem, ott csak én citeráztam. Úgy, az inaim, tudod? Fétem, meg ilyen dolgokat, citerázott, uhuhu, tamburáztak az inai. És milyen citerája volt már néninek? Hogy milyen? Most mondtam, hogy nem volt ott citera. Az én inaim citeráztak. Akkor miért mondta, hogy citera zenekarban volt benne? Hát a zenéni zenétek azok, ha már citeráltak. Akkor nem énekült nekik, vagy nem csinált valamit? Mit énekültem volna? Ugyan már nem énekültem én. Nekem énekülték, adták a szönyanyádot. Micsoda? A szönyanyádot. Nem értem, tisztán mondja még. Hát, tisztán adták azt a legények ott az ablak alatt. Aha. Citerálva. Hegedűve, meg mit tudom én, ami jött. Értem. És akkoriban gondolom még a hegedű is lószörbű volt a vonó rajta. Nem volt ott lószar véletlen. Nem, azt mondtam, hanem lószőr. Hát húzták meg a vonódon a lószőrt, hogy ne lógjon. Értem, Mári néni. És tud még valamit mondani ezzel a hangszerekkel kapcsolatban? Mert ugye ez a témánk. Ja, hát semmit, gyerekem, semmit. Én nem tudok semmit mondani ezzel kapcsolatban. A téma az jöhet, de én mondani nem tudok, csak lelit álljunk. Hát tudja, van például ez a modern dolgok, meg ez a pickup, meg hangszedő, ezek az ilyenek. Hogy milyen kup? Milyen kup? Fickó. Fickó kúp.
Jó van, de még nem hallottam ilyet. A doktor úr akart fölírni annak idején, de mondta, hogy nekem nem kell semmilyen kúp. Hát, ez se kell. De Mári néni, ezek az elektromos dolgok, én ezekre gondolok, hogy például amikor gitárba beleraknak ilyen hangszedőt, és akkor szedi a hangokat. Hogy szedi már? Na hát fogom a seprűt, az összes söpröm, nem kell ott szedni semmit. De Mári néni, nem erre gondolok, hanem, hogy ugye olyan virtuális dolog majdnem, tehát úgy elektronika, ez már modern dolog. Hogy milyen virtulák is? Milyen virtuál? Nem értem. Mári néni, inkább beszéljünk valami másról. Jó, hát szerintem is. Miről akarsz beszélni? A legényekről, csajokról? Nem, Mári néni, fölteszek magának egy kérdést. Milyen hangon szól a hangvilla? Hogy a villa hangon? Hát hogy? Mit tudom én? Nem tudta, hogy a nemzetközi A-hangon szól, hogyha megütik? Jaj, hát ha megütnek, akkor én a C-t is kivágom gyorsan. Nem maga, hanem a hangvilla. Ja, hát ha villával ütnek meg, akkor nem biztos. Mári néni, ennyi hülyeséget nem gondoltam, hogy tud összebeszélni. Hát az csoda, hogy én milyen hülyeségeket mondok, az csak a kérdezőtől függ. No, azt mondja meg, hogy régen mi bű volt a citerákon a húrtartó nyereg? Mert ugye csinálják azt alumíniumból is, de leginkább vasból, hogy akkoriban mit volt szokás rakni rá? Na hogy mit volt szokás? Hát, valami nyeregről beszélsz itt nekem, meg alumínium, meg. Hát az alumínium olyan drága volt abban az időben, nem raktak alumíniumot. Nem ám, hát az az arany árával vetekedett. Bizony. Vasalták, mint a lovat. Igen, és tudom, milyen vasat raktak oda? Hát hogy milyen vasat? Hát vasat, hát persze, hogy vasat. Mert milyen lenne? Értem, Mári néni. És mit tud fölidézni? Te érted? Én még nem. Mit tud fölidézni a... amiről mesélt, tehát, hogy a citera zenekarban mondta, hogy valamilyen szolgálatot ott tett, hogy az előadásukon ott volt és szorgosan részt vett. Mit csináltok? Ha én voltam a markotányos hölgy, hát mit tudom én, hát eladtam, vettem, kaptam, aztán elmentem haza. Igen. De Mári néni maga ilyen énekkor nem volt ebbe a faluba, hogy beálltak a lányok, és akkor a legények nekik citeráltak. Beálltak a lányok a legényeknek, néha beálltak, igen. Aztán, hogy volt olyan is, hogy citeráltak, igen. Aztán, Mári néni. Akkoriban, ugye mindig csak a citerát emlegetik, de furuljáztak is, ugye inkább a lányok hangszere volt. Hát ez így igaz, aztán amelyik fiút kitüntették vele, hát az örült is füligértám a szája. A furuljázásé? Bizony, a furuljás fiúnak.
Értem már, néni. És ugye akkoriban még nagyon divat volt a nyenyere is. Tehát, hogy azon sokan játszottak? Sokan tekergették a kenyerét, bizony. Olyan, meg aztán mondta, hogy wing, 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 wing. Bizony, miközben ették a pörkölt pedált. Az mi, Mári néni? Mit tudom én, fiam, te írtad ide erre a lapra, amit a kezembe nyomtál? Én azt nem azért írtam oda, Mári néni. Azok csak szavak, az nem érdekes. Ja, hát én még azt hittem, ezeket be kell olvasni, mikor te kérdező. Hát ide van írva, hogy hangvilláva pörkölt pedál. Nem, Mári néni, a villába pörköltető, na, nem az a villa. Nem, hát kavilla. Nem, ez egy olyan Y-formájú, és akkor van egy gumó a végén, amit így a végén, tehát a villarészt hozzávágják egy nem tudom mihez, és akkor szól olyan hangon. És akkor azt a bütyöt így beledugják a fülükbe, és akkor hallják, amit költ. Na hát én sose tudtam a bütyköm beledugni a fülembe. De azért még hallottam, amit kell. Na, én az interjút befejeztem, köszönöm szépen, viszont hallást a szervusz gyermekem, mert még itt van a várjem, mi a franc nyavaja, ez hírtartó nyereg, meg a billegető gomb, rezes szelep trombit a hangsúlyozó szeg, ja, hangoló. Mári néni, én nem ezt mondtam. Na, köszönjük szépen a figyelmet. Mári néni, köszönjön el. Köszönöm szépen. Hejder utyutyú! Jaj! Köszönjük szépen. Viszont látásra a riportban Mári nénit hallhatták, és Rabi Antalt.